Tisztelt közönség, kedves vers és prózamondók, tisztelt zsűri! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Költészet napi szavaló versenyen. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét unja, s rémét ismeri, marad-e rajta valami magadból, vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki? Kedves fellépők, azáltal, hogy itt vagytok, hogy szerepeltek, hogy megmutatjátok a világ eme pici szegletének, hogy mennyire bátrak talpra esettek, és ügyesek vagytok, már hagytatok magatok után egy igen fontos nyomot. Úgyhogy Babits Mihály kérdését megválaszolva, bár itt nincs szőnyeg, a színpad deszkái bizton állíthatják azt, amit én is. Manapság egyre ritkább példánynak számítotok. Egy gyerkőcöt, kamaszt, jobban érdekel a versek világa, mint a virtuális világ okozta örömök? Bizony, mielőtt a különféle alkotások megtanulására összpontosítottatok, és gyakorlás közben a helyes hangsúlyozásra, előadásmódra figyeltetek, az adott költő író gondolatait szerettétek volna átadni, azaz művelődtetek, gazdagabbak lettetek. És nem a Minecraft, Fortnite vagy a Roblox világában, hanem gondolati és érzelmi síkon. Ez igen megbecsülendő manapság, úgyhogy nagyon büszke vagyok rátok. A nagyobb diákokkal szoktunk néha beszélgetni azzal kapcsolatban, hogy vajon az idestova 200 évvel ezelőtt alkotott Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Arany János, vagy aztán később Radnóti Miklós, vagy akár az időszámításunk előtt 556-ban született Simonidész mit szólna hozzá, ha most látná, hogy még mindig az ő alkotásaikról tanulunk. Én biztos vagyok benne, hogy roppant módon meghatódnának, boldogok lennének, és most valamelyik felhőcskéről biztosan elérzékenyülve pillantanak rátok. Ezen a költészet napi szavalóversenyen József Attila születésnapját ünnepeljük, aki 118 évvel ezelőtt, április 11-én született. 32 évet adott neki mindösszesen a Jóisten, ami valljuk be nem igazán sok, mégis elegendő ahhoz, hogy ő is sok más költőtársával együtt nyomot hagyjon a világban, köztünk, köztetek. Verseit tanulják kicsik és nagyok, az altatót már szerintem minden második osztályos tanuló ismeri. Költeményeinek a segítségével betekintést kapunk gyermekkori vágyaiba, félelmeibe, rövid életének boldog és szomorú pillanataiba. A posztumusz Kossuth Díjas költő művei igen széles skálán mozognak a témákat illetően. Olyan dologra volt képes, mely nem minden hétköznapi embernek adatott meg, érzelmeinek, hangulatainak, elmélkedéseinek olyan formában, olyan módon adott hangot, melyre mi nem lennénk képesek. Verset írt. A feladatotok ma az, hogy az általatok választott költő vagy író gondolatait átadjátok úgy, ahogy ő szerette volna tolmácsolni a nagyvilágnak. Éljétek át, éljétek bele magatokat a remek mű világába. Legyetek egyediek, nyűgözzetek le bennünket. Egy mai modern költőnk, Lackvi János is megemlítette már, hogy látott szakiskolás, nagyon hátrányos helyzetbe született szavalót, aki jobban életre keltett egy verset, mint ahogy egy unott profi színész tette volna. Mert átizzott rajta a szöveg, látszott, hogy belülről éli meg, és nem csak felpróbálja, mint egy ruhát. Keltsétek hát életre ti is. Sok sikert kívánok nektek, és tudom, hogy közhelynek számít, de már így is nyertesek vagytok, hiszen tudásotok gyarapodott egy versikével. Nem is szaporítom tovább a szót, bemutatom a zsűri tagjait. Az értékelésben részt vesz Sólyom Sándor, a Kultúrház igazgatója, Üveges László, iskolánk igazgató helyettese, Bokor Tamás, iskolánk tanítója, Kis Varga Emese, a Berentei Tündérkert óvónénie, valamint Szabó Mónika, egy alsós tanulónk édesanyja. Érkezzenek tehát az általános iskola legfiatalabbjai, az első osztályosok,
Közülük szólítom elsőként Dobrovics Kittit, aki Balog József Suliváró című költeményét adja elő. Balog József Suliváró, riadó, riadó, itt a suli híradó, minden terem kiadó, riadó, riadó, tadulásba ki a jó, nem önök meg, mint a nagyok, elsős vagyok, vírkoc vagyok, bábul rába krét a tábla, ha jövök az iskolába. Vabbattásabb, pár barátabb, mitebb tudok, kitalálom. Mit az agya korák kelek, így tesz persze minden gyerek, mert a törvény szava mondja, diák népnek ez a dolga. Ügyes voltál, nagyon köszönjük szépen. Most pedig Kovács Hanna következik, aki Szép Ernő Csiga című alkotását adja elő. Felkészül Miákics Mira. Szép Ernő Csiga, ez itt a csigaház, melyben csiga tanyál. Ő nem pari, se zsiga, csak egy néptelen csiga. A házán nincs emelet, se víz, se hideg, se meleg. Nincs házmester, kapupénz, véget nem nyúl itt a kéz. Nincs villany, se rizs, se gáz, ilyen egyszerű a ház. Ismét így csöpp a ház, repülőre bombácsos elő. Boldog kis ház ez vagyon, benne békesség vagyon. Nincs, aki vigyeli, hogy tán kincsekkel teli. Tanítani merem én, egyszerű rég és szerény. Ellenséges sose lesz, életed szép mese lesz. Köszönjük szépen! Miákics Mirát várom a színpadra, aki Erdős Virág Béci és az Égi Pékség című művét adja elő. Felkészül Szejbert Petra. Erdős Virág Béci és az Égi Pékség. Mi ez a nagy vidám kékség? Hogyhogy mi? Egy égi pékség. És az a kis izé benne, hát mi lenne? Tarka-barka is finom, épp a kedvenc már finom, ott készítik helyben, kigondolják fejben, aztán ködből jól kigyúrják, vigyáznak, hogy el ne szúrják, tesznek bele hódarát, megkenik az oldalát, felhő hátán kelesztik, aztán szélne keresztik, forró nyári napon sütik, így készülnek, ott a sütik. Esővedik kapogós, attól jön ropogós. Na jó, jó, de ki a pék? Ezt se tudod? Mondd meg, léci, hát a Béci. Köszönjük szépen! Szejbert Petra következik, aki Mentovics Éva, az Oknicsenő szörnyetek című költeményével készült. Mentovics Éva, az Oknicsenő szörnyetek. Anya szerint csupa rejtély, fura dolog lenn körül, és amint látom, egy részének egész biztos nem örül. Lábokért az oknémnak majd mindegyik páratlan, és úgy gondolja, egy csintetbe nem lehetek ártatlan. Hiába is bizonygattam, nem én vagyok a vétkes. Tudtam, hogy az űrgörbítős nagyeskümm is kevés lesz. Mert a frányappa mozognik, hogy mi jobból nem értem. Párdok nélkül árvák vannak a szárítók a télen. Nem te tetted? Kérdi anyu. Ki volt? Van jobb ötleted? Hogy ne lenne egy rafinált zoknyelvű szörnyeteg? Feleltem rá biztonsággal. Zoknit fele huncutság. Csuda vigye azt a fura írtóztató gusztusát. Vagy ha nem is zoknyelvű, zoknicsenő, nem vitás, nem dughatja le a zoknit rajta kívül senki más. Bedobja a szekrény mögé, elrejti az ágy alatt, oly titokban sertepertél, mint egy huncut árnyalak.
Az is lehet, nagy családos, sok lulkója van neki, és az összes zokni nőgő az én zoknim kedveli. Nem lehet más magyarázat, hogy mindegyik páratlan. Hidd el, anyu, nem én voltam, a kisfiad ártatlan. Na hát, mint a mesekönyvben, zokni csenő szörnyeteg. Ámul el az édesanyám, majd azonnal felnevet. Úgy szárnyal a fantáziád, nem vitatja senki sem, bár nem láttam, hogyan lopkod, ha te mondod, elhiszem. Köszönjük szépen, nagyon ügyes voltál. A második osztályosok következnek. Elsőként Bajusz Anna Hargitát kérem, hogy mutassa be Mentovics Éva Hiszti című versikéjét. Felkészül Horkai Bálint. Mentovics Éva, a hiszti. Egyik pillanatban mi híre hamba sincs, aztán egyszer csak elkezd rángatni, egyszerűen képtelenség ráhatni. Alattomosan szinte orvul támad, dobálja a karod, húzgálja a lábad, mint a hagyma, marja, csípi a szemed, könnyed elered, patakokban pereg. Hiába mondod magadban, győzd le! Elgáncsol, fellök, leteper a földre. Sikolthatsz, üvölthetsz, ahogy tőled telik. Ha arra szottyan kedve, bőget percekig. Szerintem a hiszti fura szerzet lehet. Jobban szereti, ha még kicsi a gyerek. Gondolom, könnyebben tudja mozgatni. A szülők meg lesnek. Mi ez a sok rapli? Ám a cukorkát kapsz, fagyit vagy csokit, a hiszti hirtelen eliramodik, leugrik rólad, mintha ott sem lett volna. Többé nem kiabálsz, nem fetránk szaporba. Képtelenség rajta kiigazodni, nem is lelek rám más magyarázatot. A hiszti utálja, ha cukorkát kapok. Nagyon elegáns előadásmód volt. Horkai Bálint következik, aki elvarázsol bennünket Kulcsár Miklós falusi történetébe. Felkészül Ignéci Jázmin. Kulcsár Miklós falusi történet. Tavaly nyáron falun voltam a nagyinál üdülni, azt mondta egy bácsi nekem, hogy megtanít fütyülni. Megmutatta, miképpen kell tartani a számat, azt is mondta, egyek répát, ne is egyet, százat. Mert a fütyüléshez bizony kell a sárga répa. Ha nem hiszem, nézem meg őt, ő az élő példa. Tudom, hogy a sárga répa jó és egészséges, de hogy én ettől fütyülnék, hát ez nevetséges. Ha az ember ilyesmit al, mosolyogva mulat, mert én sosem hallottam még fütyülni a nyulat. Köszönjük szépen! Következzen Szűcs Elena, aki Nagy Bandó András Rajzoljunk Nagyapát című alkotásával készült. Felkészül Szűcs Lara. Nagy Bandó András, rajzoljunk nagyapát, ez lesz a fejecske, így kell négy keretre. Mond, mama, nézed-e, ez lesz a két szeme, ez meg az orra lesz. Itt a szája, látod ez? Fejtetőn van a haj, jobb fül itt, ott a bal. Nagy patak teste kör, két vonal erre föl. Mert ez már itt a nyak, ez meg egy kis kalap. És hol a két keze? Nem látod? Épp eze. És hol a jobb keze? Most húzom itt eze. Most nőttem formába, ez lesz a jobb lába, ez meg a bal lába, én meg a karjába. Köszönjük szépen, Szűcs Larát szólítom, aki Orgoványi Anikó Ma jó voltam című szerzeményét adja elő. Felkészül a negyedik osztályos Gyuris Zsófia. Orgoványi Anikó, ma jó voltam.
Megfogadom, ma jó leszek, s mint anyakér mindent megteszek. Bevetettem ágyam, rendet raktam a szobámban, nem lóbáltam lábam, spenótomat meghajáltam, szamárfület nem mutattam, mások baján nem mulattam. Nem lesz foltos nagrágom, nem téptem szét cipzárom. Nem csapkodtam ajtót, nem csúfoltam palkót. Leckéztem is eleget, ma már annyit voltam jó, most egy kicsit pihenek. Köszönjük! Gyuri Zsófiát szólítom, aki Nadányi Zoltán az első pogácsa című versével készült. Felkészül Lakatos Elizabeth. Nadányi Zoltán az első pogácsa. Konyhajelmezt öltött, kislányom Kati, sütőtudományát úgy próbálja ki. 20 kis pogácsából csak egy sikerült. Az is furcsán festett, mikor kikerült. Botrányos alakja, rossz fogása volt. Kemény ropogása, de pogácsa volt. Nekem szánta ő ezt, hozta boldogan. Hát, ahogy harapnám, nem fogja fogam. Igen ám, de lesnek lelkes nagy szemek. Milyen a pogácsa? Tű, mondom, remek. Kati csak úgy hízott. Kiszala, na hát, ízlik a pogácsám. Hallom a szavát. Magunkra maradtunk, pogácsa meg én. Hosszan elmerengtem, Kati remekén. Kicsi és pogácsa, úgy szemre kevés. Csak a fog sokalja, mikor belevés. Nem veszi be sajnos se szám, se begyem. Jó lesz eltüntetni, hová is tegyem. Kiskutyánk ott sétált ablak alatt. Oda dobtam annak, nesze jó falat. Siettem utána a konyhába ki. Kell, hogy Kati mellett váljon valaki. Megette meg kérdik, kétkedve anyu. Nagymamácska, ő is helycsupa gyanú. De én megfeleltem, azért vagyok ott. Egy baj volt, kevés volt, Kati ragyogott. Épp akkor besétál a kis kutya. Mit hoz a szájában az a kis buta? Hozza a pogácsát, még sértetlenül leteszi, ott hagyja, szinte menekül. Nevetésbe tört ki most a társaság, még Kati is, ő is fogta a hasát, mert megtudta, akit érdekel, hogy ez a pogácsa a kutyának se kell. Köszönjük! Lakatos Elizabeth következik, aki elmondja nekünk, hogy miért lesz ma rossz. Felkészül Ónodi Noémi. Kovács Barbara, ma rossz leszek. Ma rossz leszek, elhatároztam. Senkinek nem köszönök, az osztályban verekedni fogok, egy vonalzó talán még össze is török. Könyvem fizetem, elő nem veszem. Ceruzám tollam, a padról a földre verem. Pattásom füzetét összefirkálom. Úgy fog majd kinézni, amint egy rémálom. Búgni fogok óra alatt, izegni, mozogni, és hangosan fogok jó sokat csuklani. Írás óra alatt mindig felállok, mindenbe úgy is belekiabálok. Szünetbe száguldozok a folyosón föl le, papírzsepit tépkedek, és leszórom a földre. A kukát feldöntöm, a szemétbe turkálok. Lehet, hogy ezért majd sarokban állok. De ma akkor is rossz leszek, olyan rossz, mint soha. Fog majd csodálkozni az egész iskola. Árulkodni fogok, és bőgni, nyafogni, hisztizni is. Csak tudnám, hogy kell azt csinálni. A krétákat apró darabokra töröm, ráfogom a Katira, ez lesz csak nagy öröm. Eldugom a szivacsot, lehet majd keresni, hogy fog mérgelődni a tanítónéni. Énekórán eszegetem majd az uzsonnámat, a kottaírás szómizálás igazán várhat. Elviszem a plüssmacimat, mellém ültetem, vagy ez nem rosszaság? Nem tudom, töröm a fejem,
de ma akkor is rossz leszek, olyan rossz, mint soha. Még sose voltam rossz, ezért észre sem vesznek, de jó annak a sok nagyon rossz gyereknek, a tanítók folyton beszélgetnek velük, lefoglalják őket, hogy ne legyen idejük a rosszalkodásra, meg semmi másra, csak a figyelésre és a tanulásra. Az a szörnyű kereszt dicséretet kap, ha semmi jót nem csinál, csak egyszer szót fogad. Én mindig jó vagyok, ma azért is rossz leszek. Szeressenek engem is úgy, mint egy rossz gyereket. Köszönjük szépen! Ónodi Noémit szólítom a színpadra, aki Nagy Bandó András, Öreg Őznek nénikéje című versével készült, felkészül Prókai Léna. Nagy Bandó András, Öreg Őznek nénikéje. Mátra alján erdőszélen, öreg őz élt nyáron, télen. Szeme barna, háta őzes, eső veri, ha majd őz lesz. Öreg néne egyszer régen barangolt az erdő végen. Megbotlott egy mohás kőben, francba mondta, lábam törtem. Jaj, most mi lesz? Lassan gyógyul, úgy eltört, hogy attól koldul. Mindkét szeme könnybe lábad, hogy ne sírnál, fáj a lábad. Szegény néne gondol rája, bárcsak jönne unokája. Ölbe venné, megsajnálná, aki költő megírkálná. Szerencsére, mivel ősz lett, segítője épp egy őz lett. Őz is tanult emberséget, gyógyítja a vén vendéget. Hallott rólunk jót és szépet, látott ő már puska véget. Meggyógyítunk, bár már látnád, itt van-e a TB kártyád? Orvosokért szalad az őz, gyorsan fordul, alig időz. Néne ágya puha pázsit, egyszer pislog, máskor ásít. Tarka harkály kopogtatta, füles bagoly meghallgatta, méh forgatta mézbe-gézbe, végül két őz vette kézbe. Gyógyítgatták, babusgatták, visszarakták tért kalácsát, vérnyomását, lázát mérték, kenegették, ahol érték. 6 hét múltán lábra állott, toppantott, majd így kiáltott. Meggyógyultam, bárki lássa, megköszönöm, őz apácska. Épp mikor a harang kondul, sántikálva útnak indul. Ködd előtte, ködd utána, belevész az éjszakába. Mátrai falu széle, gyógyultam, él öreg néne. Egyszer te is légy vendége, jó a lába, fussál véle. Köszönjük szépen, már futunk is tovább. Prókai Léna következik, aki Kállai Adél Levél anyához című versét adja elő. Felkészül az első osztályos Rusznyák Benyámin. Kállai Adél Levél anyához. Anya, én magam se tudom, mi történt velem. Hirtelen nagy lett a szám, s hosszú a kezem. Még a hangom is megváltozott, pofákat válk és ugrándozom. Még akkor is, amikor tudom, nem volna szabad, s néha az elfojtott nevetéstől rázkódik velem a pad. Anya, én magam se tudom, mi lett én velem, de már nem tudok megülni csendesen. Mindenről eszembe jut valami más, nehezebben megy a tanulás. Időnként csak úgy elbrándozom a könyv fölött, máskor még mindenkit fellökök, idétlenkedem. Mondják, akik látnak, és én is inkább látom magam valaki másnak, mint kedves jó gyereknek, aki régen annyira örült minden apróságnak, cukornak, peresznek. Most mindig valami más kell, divatos suhák, pénztárca, sok pénzzel. Tudom, jobb lenne lenni jónak, megint kedves szófogadónak. Nem értem, mert nem jön össze, úgy jöjjön már valaki, s újra töltse a fejembe ezt a sok-sok illemszabályt és tanácsot, amit tőled kaptam, mióta csak vagyok neked, mert ez mind valahogy most elveszett.
S félek nagyon, hogy mit szólsz ehhez. Anya, én sem tudom, mi van. Megbántalak? Szóval vagy hangtalan vált vanok, s vigyorga kínosan, ha kiderül, valami már megint nem jól van itt belül. Anya, én sem tudom, meddig tart ez, mi lesz, de éreznem kell, hogy szeretsz. Szeretsz, szeretsz, nagyon-nagyon, még jobban talán, mint egykoron, s éreznem kell, hogy türelmed végtelen, anya, köszönöm, hogy segítesz nekem. Köszönjük szépen! Rusznyák Benyámint szólítom a Világot jelentő deszkákra, aki Iván Magda Kicsi vagy Nagy című szerzeményét adja elő. Felkészül Rusznyák Panna. Iván Magda Kicsi vagy Nagy. Betikém, húzd gyorsan a cipődet, hiszen nagyfiú vagy már, mondja reggel anyu. Betikém, ne szülsölj, mint a malac, hiszen nagyfiú vagy már, mondta délben anyu. Betikém, elég legyen már a tévézésből, hiszen te ehhez még kisfiú vagy, mondta délben anyu. Anyu, miért van az, hogy reggel és délben nagy vagyok, estére kicsi leszek? Kérdeztem anyut. Összemegyek, mint a tej, elfogyok, mint a vajas kifli, tüpürtyűvé töpörödöm, mint az is lenne darabok. Akkor én most kicsi vagyok, vagy nagy? Hol nagy vagy, hol meg kicsi? Valamihez még kicsi vagy, valamihez már elég nagy, válaszolt anyu. Szóval ezt mondta, de meg nem nyugtatott. Máig sem tudtam eldönteni, hogy most kicsi vagyok, vagy nagy vagyok. Köszönjük szépen! A második osztályos Rusznyák Panna következik, aki Petőfi Sándor Arany Lacinak című kedves versikéjét tolmácsolja nekünk. Felkészül Rusznyák Olivér. Petőfi Sándor Arany Lacinak. Laci, te hallod-e? Jer ide jár, ha mondom, rontom, bontom. Ő meg itten az ölemben, de nem ott szany, mert különben megtalállak csípni. Így né, ugye fáj? Hát ne kiabálj. Szájadat beted, s nyisd ki füledet, nyisd ki ezt a kis kaput, majd meglátod, hogy mi fut rajta át a fejedbe. Egy kis tarka lepke. Tarka lepke kismese, szállj be Laci fejébe. Volt egy ember, nagy bajuszos, mit csinált? Elment a kúthoz. De nem volt víz a vederbe, kapta magát, telemárta. És vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia, vagy ihatnék? Nem biza. Telt vederrel a mezőre ballak szépen, ott megáll és körülnézett. Elnye vajon mit szemlélhet? Tán a fényes téli bábot, hisz olyat már sokat látott, vagy tán a szomszéd falu tornyát, hisz azon meg nem sokat lát, vagy tán azt az embert kiamott a kendert, áztatóba hordja, arra sincsen gondja. Mire van hát ebukkatát? Mert csak megmondom, hogy mi véget nézi át a mezőséget, a vizet miért hozta ki. Ürgét akar önteni, ni-ni-ni. Ott az ürge, hőmi fürge, mint szalad s pillanat, odaben van benn a lyukban. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenest a lyuk mellé, s belönté a veder vizet, torkig tele lett. A szegény kis ürge egy darabig tűrte, hanem aztán kimászott, még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csíptik, hazavitték, s mostan itt van karjaimban, mert te fürge, pajkos ürge, te vagy, Laci, te bizony. Köszönjük szépen! Az alsó tagozatosok közül végül Rusznyák Olivér, Csukás István a Nagy Papucstolvaj című művével fog lenyűgözni bennünket. Felkészül Balog Amanda. Csukás István a Nagy Papucstolvaj. A nagy papucstolvaj éjjel nagy ravaszul mélyen alszik. Így álcázza magát, ezért őre senki nem gyanakszik. Mint csecsemő a bölcsőben, horkolászik kosarában.
Hogy is lehetne ő tolvaj, így képpel, s az ő korában? Hisz a foga is még tejfog, a lába is rövid, gyenge, össze-vissza lóg a feje, a mozgása ügyetlenke. Ilyen ő az én kiskutyám, az ártatlanság élő szobra. Papucs tolvaj, ugyan kérem, rá se néz a papucsokra. De akkor kiárt benn a házban, akkor kiárt kin a kertben. Töprengtem, míg csupasz talpal papucsomat keresgettem. Az ágy alatt kotorászok, de hiába, nincs ott semmi, pedig este oda tettem, tehát mindennek ott kell lenni. S ha tüdőgyulladást kapok, vagy isiászt, vagy reumát, az ajtóból vigyorogva hallgatja e morgós dumát. Gyanakodva nézem, gyanum lassan-lassan az égig ér. Ő kirohan, én utána, és a kert, mint egy csatatér, tel is tele papucsokkal. Téli-nyári keveredve, itt egy fél pár, ott a párja, mintha szellemtáncot járna. Rám néz, gyere játszunk, morgós, az örömöt ingyen adják. Így van, szólok papucs helyett, kapsz ezért egy pöttyös labdát. Köszönjük szépen, a felsősök következnek. Az 5. osztályos Balog Amandát szólítom elsőként, aki Várnai Zseni Szerelem című versét adja elő nekünk. Várnai Zseni, Szerelem. Messze a kéklő üveghegyeken él egy madár, a neve Szerelem. Topáz a csőre, és a két szemén rubintos tűzben szikrázik a fény. A szárnya zöld, a begyén kék pihe, alatta vár forró piszín szíve, és mint a villám lecsap hirtelen. Fényből, viharból jön a szerelem. Már láttam egyszer, jött egy pillanat. Szívemre ült, és hittem, itt marad. Utána kaptam gyorsan, és a kezem átfogta csöpmi testét melegen. Vergődött, karmolt, s az átkozott a nyelemben verébbé változott. Szebbik falója eltűnt, messze szállt, s talán már más szív fölött muzsikált. Elfogni őt, bezárni nem lehet, akár a fényt, vagy nyargaló szelet, csupán a vágy, oly szárnyaló szabad, hogy utalérje azt a madarat. A színe hangja mindig újra más, meseselű, különös és csodás. Ott fönt lakik a kék üveghegyen, az a madár, a neve Szerelem. Köszönjük szépen! Következzen Tóth Dávid, aki Tompa Mihály Ünnep című versét fogja nekünk előadni. Felkészül Balog Nóra. Tompa Mihály, Ünnep. Folytsátok vissza a sóhajtást, tiltsátok a fájdalmakat, ünnep van a hazába, sírni, búsulni nem szabad. Szégyen most a szerelmi bánat, szégyen kiár a temetőn, a békén alvókat siratni, kiket sírjukba tűn. A világ ünnep örömében egy-két szép búja kis dolog, nézzétek a napfénybe, még a könycsepp is mosolyog. Elhát, elmost a fájdalommal, öröm kell szív és ajkakon, öröm melynek szent tárgya légyen, szabadság és a hon. Ki most is mással bíbelődik, és apróságok felett örül, a szükeblőre mély gyalázat törölhetetlenül. Levetük a gyászt, ünnepeljük az új életnek ünnepét. Ne féljetek, e nép ruhája nem lesz többé sötét. Ez ünneplés szent mámorában engem két jó barát követ. Ösméritek e két barátot, a bort és az éneket? Áldott szabadság, ének is bor, dicsőjen összéletek, tétek értem, mint találik. Tüzeljetek, tüzeljetek! Köszönjük szépen! Balog Nóra következik,
aki Petőfi Sándor, a Természet vadvirága című versét adja elő nekünk, felkészül Csóka Szilveszter. Petőfi Sándor, a Természet vadvirága. Mit ugattok, mit haraptok engemet, hitvány ebek? Torkotokból megfúltok, oly kemény koncot vetek. Nyírbáljatok üvegházak, sahnya sarjadékaim. A korláttalan természet vadvirága vagyok én. Nem verték belém tanítók, bottal a költészetet, iskolai szabályoknak, lelkem, sosem engedett. Támaszkodjék szabályokra, ki szabadba félvem én. A korláttalan természet vadvirága vagyok én. Nem virítok számotokra árva finnyás kóficok, kiknek gyönge, kényes, romlott, gyomra mindjárt háborog. Van azért, ki épp ízléssel üdvezelve jön elém, a korláttalan természet vadvirága vagyok én. Hát azért nekem örökre szépen békét hagyjatok, úgysem sok gyümölcsi munka falra borsót hánynotok, s kedvetek, ha jön kötődni, úgy kapkodjatok felém, a természetnek tövises vadvirága vagyok én. Nagyon szépen köszönjük. Csóka Szilveszter következik, aki Tompa Mihály, a Kikircshez című versét adja elő nekünk. Felkészül Haga Erik, bár őt nem láttam, hogy itt van-e. Elvileg nincsen. Úgyhogy akkor felkészül Gazsó Laura. Tompa Mihály, a Kikircshez. Ne várd, míg a magas tetőről a hó lassúdan elmegyen, íg a pázsit és bokor kizöldül, s szellő csapong a völgyeken. Ne várd az emlényt, gyöngyvirágot, az alvó szép testvéreket. Mi üdvözlünk, mihelyt kitárod bársonnyal óvott kelyhedet. Csak jöjj ki már! A tél olyan hosszú, kietlen, a szép világra köd burul, megint elcsügged a szívekben a vágy. Hatán felbátorul, mint a húr első pendülése, amelyet a dallam követ, az érzést hívjad ébredése. Első virág, nyájas követ, csak jöjj ki már. Téged látván gyorsan kitárul a tündérkép lelkünk előtt. Jó illat száll fel a virágról, dal tölti bé a levegőt. A szem mulat, hosszú gyönyörben, a fényes, tágas látkörön. Földön, égen és a kebelben. Megifjulás, élet és öröm. Csak jöjj ki már! Köszönjük szépen! A hetedik osztályos Gazsó Laura következik, aki Lackfi János, Trágár beszéd című művével készült. Lackfi János, trágár beszéd. Trágár szavakat használ, épp ezért megintem. Üzenőmbe ezt írták, bár nem igaz szerintem. Hózen trágárt használok, de ha kell, többé, csúnyan többé nem beszélek, nem bánom. Ha valaki felbosszant, mostantól rúgom csendbe, nevezem asztallapnak, azt mondom rá, hogy zsebtej, mert hogy utolsó hörcsök kapja el a lasszómat, az agyát szétbosszantom, köbön rúgom, azt jól van, az édesanyukája egy katonai hunta, és gólyatöcs az öccse, buta csipa a huga, megfognak és beírnak. Szigorúan rám néznek, pedig csúnyát nem mondtam, nem értem az egészet. Végül, de nem utolsó sorban, Üveges Csenge következik, aki Petőfi Sándortól adja elő a Magyar Nemes című alkotást. Petőfi Sándor, a Magyar Nemes. Őseimnek véres kardja, fogason függ rozsdamarja. Rozsdamarja nem ragyog, én magyar nemes vagyok. Munkátlanság csak az élet, van életem, mert henyélek. A paraszté a dolog, én magyar nemes vagyok. Jól készítsd paraszt az utat, mert hisz a te lovad vontat. Csak nem jártok gyalog, én magyar nemes vagyok. Tán
a tudománynak éljek, a tudósok mind szegények. Nem írok, nem olvasok, én magyar nemes vagyok. Van igaz egy tudományom, ebben párom ritkán látom. Néni, jól tudok, én magyar nemes vagyok. Milyen jó, hogy nem adózom, gazdaságom van, de nem sok. S van adóságom, de sok, én magyar nemes vagyok. Mit törődöm én a hazával, hazának száz bajával? Majd elmúlnak a bajok, én magyar nemes vagyok. Ősi joggal, ősi házba, életemet, ha elpipáztam, mennybe visznek az angyalok, én magyar nemes vagyok. Köszönjük szépen, ezzel lezárult a verselők sora. A zsűrinek kitartást kívánok a helyezettek eldöntéséhez, a többieknek pedig szíves türelmüket kérem, még a helyezések alakulnak. Köszönjük. Várt eredményhirdetés. Gratulálok mindenkinek. Ahogy a bevezetőben elhangzott, valójában mindenki nyertes, hiszen mindenki legalább egy versikével, amit megtanult, gazdagabb lett. Úgyhogy ilyen értelemben üres kézzel senki nem megy már haza a nevezők közül, de amúgy sem, hiszen egy oklevéllel, egy csokoládéval minimum mindenki részesülni fog. De hát ugye, mivel ez egy verseny, valahol sorrendet is fel kellett állítani, és hát a zsűri mind az alsó, mind a felső tagozatban elvégezte ezt a nem feltétlenül hálás feladatot, hiszen nagyon sok esetben nehéz volt eldönteni, hogy ki volt esetleg a jobb, az egyik ezt gondolta erősebbnek, valaki a másikat. Ezt a szavaló versenyt évek óta hagyományosan megszervezzük itt az iskolával, a művelődési házba közösen. Egyrészt a költészet napjához kapcsolódóan, valamint megemlékezve Urbán Lászlóra, aki a Berentei Általános Iskolában volt irodalom szakos tanár, pedagógus, és ezzel őre is emlékezünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy elég színvonalas kis rendezvényen vagyunk túl. Köszönöm még egyszer mindenkinek a részvételt, a tanárnéniknek, tanárbácsiknak, szülőknek, hogy megtanították a gyerekeknek ezeket a szép verseket. És akkor én meg is kérném a zsűri többi tagját, hogy legyen a segítségemre, a közreműködésemre, és adjuk át a díjakat. Hát, hogy minél izgalmasabb legyen, majd a végén fog kiderülni, hogy az alsóba meg a felsőbe ki lett az első. Úgyhogy először is a részvételt szeretnénk megköszönni egy oklevéllel és egy csokoládéval Dobrovicz Kittinek. Itt van Kitti? Ja, itt van. Ezt visszatom. Gratulálok, Kitti. Oklevél és egy csokoládé. Azt ne hagyd itt. Rusznyák Benyámin, akiről kiderült legalábbis a számomra, hogy a sakkozáson kívül a versmondásban is kiváló. Horkai Bálint. Gratulálok, Bálint. És igaz, hogy talán egy kicsit meg volt illetődve az izgalomtól, a sok nézőtől, de tulajdonképpen azért a verset ő is megtanult, ő is foglalkozott a tanáraival, szülővel a vers megtanulásával, úgyhogy egy oklevél, egy csokoládéval az Ignéci Jászminnek is szeretnénk megköszönni a mai részvételt. Szűcs Elena. Ha minden igaz, a testvére, ugye? Szűcs Lara. Ónodi Noémi. Gratulálok, Noémi, köszönöm a részvételt. Rusznyák Panna. És a harmadik tesó is, Rusznyák Olivér.
a felsősök között. Balog Amanda, gratulálok, köszönöm a részvételt. Gazsó Laura. Mivel az alsó tagozatban többen voltak a nevezők, mint a felsőben, úgyhogy ott nem csak az első hármat díjazzuk még külön könyvjutalommal, hanem az első hatot. És a hatodik helyezett lett a mai vetélkedésem Miákics Mira. Egy nagyon szép mesés könyvvel lesz gazdagabb, Prókai Léna. Tessék, gratulálok. Negyedik lett Lakatos Elizabeth. Egy szép, hosszú verset szavalt el nekünk. És a képzeletbeli dobogó harmadik fokára léphet, harmadik lett tehát, Bajusz Anna Hargita. Gratulálunk, nagyon ügyes voltál. Remekül tudsz ritmikus gimnasztikázni, szoktalak látni minden kedden és csütörtökön, de úgy látszik a versekben is otthonosan mozogsz. Második lett Gyuri Zsófia. Gratulálok! És az első helyezett lett, a mai versen megnyerte, egy nagyon aranyos verssel, egy nagyon aranyos kislány, Szejber Petra. Gratulálok. Na, úgy láttam, hogy nagy az öröm. Ő lett az első, igen. És mielőtt az alsósok között valaki nagyon megszeppen, hogy kérem, hát engem nem szólítottak, valaki külön díjban részesül, ami az még egy plusz elismerés. A zsűri úgy gondolta, hogy mindenképpen jutalmazni kell. Kovács Hanna. Gratulálok, Hanna. Nagyon ügyes voltál te is. És akkor következzenek a felsősök között a legjobbak. Egy hajós könyv. Ez egy úgy, fiús könyv, úgy gondolom. Tehát igen, a Titanic van rajta többek között. Harmadik helyezett, Tóth Dávid. Gratulálok, Dávid. Ügyes voltál. Második helyezett lett a mai napon Balog Nóra. Gratulálok, remek átéléssel adtad elő a verset. Egy Ázsiáról szóló, nagyon szép, tartalmas könyvet kap még a csoki és az oklevél mellé a mai verseny győztese a felsősök között, Üveges Csenge. Ő is remekül szavalt, előadta, hogy milyen is egy magyar nemes. Gratulálunk, nagyon ügyes voltál. És ha már az alsó tagozatban volt külön díjas, akkor van a felsőbe is. Őslényekről, hüllőkről, dínokról szóló könyv, az oklevél és a csokoládé mellé. Csóka Szilveszter. Ő is visszatérő vendégünk már a különböző szavaló versenyeken, ha jól emlékszem, meg remekül tud pingpongozni, meg darcozni, azt láttam szombaton, de ma meg remekül szavaltál, úgyhogy gratulálok az elért eredményedhez. És köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, a gyerekeknek, szülőknek,
tanároknak, hogy segítettek a verseket megtanulni, a zsűritársaimnak a munkát, és hát egy ugyanilyen rendezvényen, a szavalóversenyen akkor találkozunk már jövőre, egy évvel idősebbek leszünk valamennyien, és akkor még ügyesebben tudtok majd szavalni. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a mai szép délelőttöt, további szép napot kívánok mindenkinek.